Idén a kataverseny mellett megrendezésre került kümite verseny is, ahol 30 versenyző mérte össze erejét különböző súlycsoportokban.
Vitalitás és a karate szakosztályának sportolói köszönetüket fejezik ki a versenytámogatóinak, akik a nehéz gazdasági helyzet ellenére támogatásukkal lehetővé tették az országos karate verseny színvonalas megrendezését. Köszönjük! A verseny végén a Vitalitás és a Karate szakosztály összes sportolójának nevében Fontányi Andrea, Bertalan Alexandra, Kopcsányi Tamás és Vankó Sándor helyezte el a megemlékezés virágait Szabó Lajos sírjánál a balassagyarmati temetőben.